Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Ahogy eddig is, ezúttal is olyan vendéget invitáltunk meg a stúdióba, aki összegzi jelen esetben az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ezévi működését. Vendégem Major István, a Szimfonikus Zenekar igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szép jó estét kívánok. Nos, hát mielőtt arról beszélnénk, hogy mi minden történt 2019-ben itt az esztendő utolsó napjainak egyikén a zenekarral, szeretnék gratulálni, hiszen 2020. január 1-től kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet lett a Szimfonikus Zenekar. Ez egy óriási lépcső. Köszönöm szépen a zenekar nevében. Úgy gondolom, hogy ez olyan, mint a felnőtté válás, amikor az ember 18 éves lesz, és a születésnapján megünnepli. Másnap valahogy ugyanúgy kell fel a nap, tehát a munka folytatódik tovább, és valójában ez egy tényleg jó a hasonlat, hogy egy mérföldkő, ami mellett elhaladunk és megyünk tovább, hiszen mind a városnak, mind a zenekarnak, és gondolom a közönségnek is az volt a célja, elvárása, hogy Székesfehérváron egy magas művészi színvonalat képviselő szimfonikus zenekar működjön. És ezen az úton megyünk tovább. A zenének az egyik, de hát mondhatom ezt, hogy a művészeteknek az egyik legszebb kihívása az, hogy sosincs kész az ember, mindig tudja ezt egy picit alakítani, szebbé tenni, egy picit még jobbá tenni, még hatásosabbá tenni. Úgyhogy ezen az úton ugyanúgy megyünk tovább. Ez egy pont, ahol nyilván megállunk, és egy kicsit megnézzük, hogy is tettük a dolgainkat az elmúlt években, és ezeken az alapokon megyünk aztán tovább. Tehát ez megerősítés egyben, és óriási kihívás, hiszen az az álom, ami valóra vált, az ugye 2015. január 1-től lett hivatalos, de nyilván elő kellett készíteni mindenféle értelemben, és hát bízni abban, hogy ez a zenekar, illetve a zenekar tagja is megértek arra, hogy valódi professzionális művészekké váljanak papíron is, mert nincs kétségem felőle, hogy nyilván az előző időszakban is fantasztikus munkát végeztetek. Azt gondolom, hogy itt Székesfehérváron régóta nagyszerű muzsikusok adják egymásnak a kilincset, és a zenekar tagjai is nagyon sok kiváló muzsikussal működött, vagy kiváló muzsikus volt a sorai között. Egész régre visszanyúlva is el lehet ezt mondani, és hát talán édesapám az a személy, aki tudna egy nagy, hosszú listát mondani, hogy ez a zenekar kikkel dolgozott a régi időkben, milyen neves karmesterekkel, szólistákkal. Én inkább az utóbbi 5 évre szorítkoznék, amikor is hát Medvecki Ádámtól Ács Jánoson keresztül Kovács János, tehát nagy karmester egyéniségek megjelentek, szólisták, Boros Csilla, Miklós Erika, Rost Andrea, Bálsoly szólistái, Bogányi Gergely, tényleg nagyon hosszú a sor, nehéz lenne felsorolni. Úgyhogy ezek mind óriási befolyással voltak arra, hogy a zenekar eddig a mérföldkőig eljusson, és aztán megyünk. 2019, tehát az idei esztendőben azt is elértétek, hogy immáron 45 tagú a zenekar. Ez az egyik, amiről kérdeznélek, ez ugye egy fontos pillanat volt, mert ezt meghatározni, nőtt a költségvetés, és ezzel együtt ugye kevés szó esik az alszoratória kórusról, már pedig így most már kerek a történet. Igen, hát két témáról kérdeztél most, az egyik a státuszbővítés. A státuszbővítés, igen. A státuszbővítés esetében az az igazán komoly előrelépés, ami idén bekövetkezett, hogy már egész státuszokban, egész állásokban gondolkozunk, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki egész állásban dolgozik. Most jelen pillanatban a zenekarnak a képe az úgy néz ki, hogy a vonóskar, ott abszolút az egész teljes foglalkoztatásban igyekeztünk az embereket lekötni, viszont a fúvóskar, ahol akik valamivel kevesebb szolgálatot teljesítenek, ott azt mondtuk, hogy másfél szolgálat, tehát
adott esetben hárman vannak félállásban foglalkoztatva. Ezt azért mondom csak, mert nem 45 tagú, hanem 50 fő, sőt 52 fő az, aki a zenekar állományát alkotja, törzs állományát alkotja. És hát ehhez jönnek még hozzá azok a kisegítők, akikkel dolgozunk rendszeresen. A kórus témaköre pedig megint csak valamilyen szinten már korábbra visszanyúlik, hiszen a szimfonikus zenekar minőségének javítása magával hozta azt az igényt, hiszen Fehérváron az oratóriumok előadása az nagyon régre visszanyúlik, és ez egy alapvető hozzátartozik Fehérvár kulturális életéhez, hogy a gyönyörű szép belvárosi templomainkban ezek a zeneművészet jelentős nagy oratóriumai elhangozzanak. Ehhez pedig szükséges volt a kórusoknak a segítése, fejlesztése, és hát úgy döntöttünk, hogy a polgármester úr a városvezetéssel egyetértve, hogy el kellene indulni abba az irányba, hogy egy professzionális, egy kis létszámú professzionális kórus is létrejöjjön. Na most ez ma Magyarországon egy óriási nagy dolog, tehát többen próbálkoztak már több nagy városban azzal, hogy professzionális kórust indítanak, de ez egy igazán nehéz feladat. Nem rendelkezünk olyan sok professzionális énekművésszel, akiket ebbe az irányba még mozgósítani lehet, hiszen leköti őket az opera, a rádió, kórus, nemzeti énekkar, kodálykórus, stb. Tehát ezért nem volt egyszerű. Ebben nagyon nagy segítségünkre van Pad Zoltán. Igen, tehát sikerült megnyerni Pad Zoltánt és egyik oldalról. Igen, és Radics Évát. És Radics Éva, így van. Tehát a helyi mozgatója ennek a kórusnak Radics Éva, és Pad Zoltán pedig, aki hát olyan szakmai eredményeket tudhat magának, hogy ezzel meg tudott mozgósítani tudta gyakorlatilag országosan az énekművészeket arra, hogy eljöjjenek hozzánk próbaéneklésre. Ha viszont egy csapat ilyen úton indul el, ahhoz ugye kell egy menedzsment, egy professzionális menedzsment és a művészeti vezetés nem különben. Hát 2015-ben a zenekar intézményesítésének az egyik fő célja az volt, hogy a zenekarnak legyen egy saját önálló menedzsmentje, aki napi szinten azzal foglalkozik, hogy előkészítse a zenekar koncertjeit, hogy teljes körűen kiszolgálja gyakorlatilag ezeket a koncerteket, azoknak a technikai igényeit, illetve hát menedzselje magának a zenekari állománynak a fejlődését. Hát ezt ugye úgy lehet megtenni, hogy megfelelő felkészültségű zenei vezetőket szerződtet a zenekar. Tehát van egyszer a karmester, vagy adott esetben művészeti vezető, és vannak a zenekar kisebb egységeinek, szólamainak a vezetői. Ezek szintén kulcsfontosságú szereplők, és akkor ezen fölül még beszélnünk kell azokról a kvázi szólistákról, zenekari szólistákról, akik, hát itt elsősorban az első fúvósokra kell gondolni, akik a koncerteken szinte minden alkalommal egyéni teljesítményeket kell, hogy megmutassanak. No, akkor itt az ideje, hogy megnézzük, hogy mi minden történt az idén. Kezdjük talán egy rendkívül népszerű, de rendkívül kedvelt, és egy újszerű vállalkozásról, ez nem más, mint a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat, a jelenlegi formájában mondom, hiszen egy nagyszerű koncert és egy beszélgetés várta az embereket. Ez tavaly indult, ugyebár, és én azt gondolom, hogy példa lehet arra, hogy miként lehet ötvözni a beszélgetős műsort egy-egy kiváló ember meghívásával, egy fajsúlyos zenei élménnyel. Tehát ilyen volt az első, ez márciusban volt, a Hotel Magyar Királyban kezdődött, mint mindig, és ugye Schubert Donizetti volt Bertalan Ákossal, a vendég pedig Fanándi. És ráadásul ugye nagyszerű barátunk Bősze Ádám dirigálta le ezt az estét, ha úgy tetszik. Igen, jelen pillanatban akkor a Somorjai Ferenc hangversenysorozatunkról beszélünk. Igen, ez a Somorjai, bocsánat, igen.
Először is onnan indulnék ki, hogy Magyar Király Hotel és annak a kupola terme. A zenekarunk keresi azokat a helyszíneket, ugye, ahol a programjait megfelelő körülmények között be tudja mutatni a közönségnek, és ilyen a Hotel Magyar Királynak a terme is, úgyhogy rendszeresen járunk oda koncertezni. Gyakorlatilag a Somorjai Bérlet első koncertje általában ott valósul meg. Idén, ahogy elmondtad, egy olyan programot mutattunk be, amelyben volt egy nagyszerű vendégünk, Van Andor személyében, aki én azt gondolom, hogy olyan dolgokról beszélt, ami tényleg káprázatos volt, ugye a hosszú tengeri útjain, hogy a zene mit jelentett számára. És mellette a zenékben pedig hallhattunk abszolút klasszikus művet, mint a Mozart G-moll szimfóniája, és hallhattunk különlegességeket, amikor a zenekarunknak az egyik szólistája, Bertalan Ákos, egy angol kürt versenyt játszott, ami hát mondjuk nem mindennapos dolog, maga az angol kürt, mint hangszer is egy különlegesség, és azt szólistaként hallani szintén érdekes lehetett. A tavasz utolsó napjainak egyikén, május végén volt a Borivárban, szintén hagyományosan. Én azt hiszem, hogy egy szabadtéri koncert, az Isten is arra teremtette, illetve borimester, hogy ott legyen egy szabadtéri koncert. És remekül ragadtátok meg az alkalmat, hiszen Dubocki Gergely dirigálásával egy udvari tánczenéket hallhattunk, fantasztikus volt az is. Borivárban szintén nagyon szeretünk játszani. Valóban egy olyan atmoszféra, amely tényleg többé teszi a koncertet, ugye ennek a sorozatnak az is az egyik mottoja, hogy több, mint koncert. Tehát itt a helyszín, a képzőművészet csatlakozik a zeneművészethez, és ehhez társítottuk itt is a beszélgetést, a Krúdi Tamás újságíróról szerkesztő volt a zenekar vendége, meghívottja. Hát idén sajnálatos módon az időjárás viszont nem volt túl kegyes hozzánk, hiszen az eső napon kellett megrendezni a koncertet, de én azt gondolom, hogy ez az élményen nem csökkentett semmit. Mint ahogy fantasztikus élmény volt a velencei visszhang, ugye esett már szó arról, hogy tulajdonképpen az Alberige Szimfonikus Zenekar belakta a székesfehérvári templomokat, és ebből a sorból most, hogy a bazilika átépítés, illetve felújítás alatt áll, a Szent Imre templom is kiveszi a részét. Ez nagyon fontos pillanat volt. Azt hiszem, hogy a Szent István terem mellett ez a másik hely, ami nagyon fontos. Ugye Smohai András volt a vendég, természetesen, az Egyházmegyei Múzeum igazgatója, és egy egészen kiváló este volt, én úgy emlékszem. Hát itt én Dínyi Soma személyét emelném ki, aki szintén rendszeres visszajárója a zenekar, tehát rendszeresen visszajár a zenekar programjaiba, hiszen olyan különleges műsoros szállításokat hoz, illetve olyan autentikus módon nyúl hozzá a barokk zenéhez, ami miatt ragaszkodunk mondjuk így hozzá. És hát Soma idén elnyerte a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagyi pozícióját is, úgyhogy kihasználva rögtön ezt a lehetőséget, régi vágyunkat is beteljesítette, ugyanis elhozta magával a Magyar Rádió gyermekkórusát. Úgyhogy ezen a koncerten tényleg egy nagyon felemelő hangulat született meg, és ennek a koncertnek, aki ott volt, talán emlékszik, különlegessége volt, hogy kihasználtuk a Szent Imre templom lehetőségét, ugyanis nem csak egy kórus orgonak, tehát nem csak egy karzattal rendelkezik ez a templom, hanem két oldalt előre lehet menni, és el tudtunk helyezni négy darab kórus, tehát ugye volt egy férfi kórus, volt egy gyerekkórus, és ez négy felé oszlott, úgyhogy így egy teljes, tényleg hát a velencei visszhang az is ez a címe, hiszen a Velencében, Szent Márkó templomban, katedrálisban ilyen jellegű műsorokat adtak, ahol a templom egyik végéből, másik végéből hangzott a zene, hangzottak a kis kórusok, együttesek.
De hát ez akusztikailag is egy nagyon érdekes produkció volt. Fenséges este volt. Átok és áldás kísérte a következőt, mármint nevében természetesen, hiszen a Szent Imre templomban, illetve a Szent István teremben találkoztunk, hiszen ez is egy tradicionális helyszín, és fontos volt a vendég, és fontos volt az is, hogy mi mindent takarta ezt a hangzatos címet. Hát október 24-én rendeztük meg ezt a koncertet, így aztán nem tudtuk azt figyelmen kívül hagyni, hogy előző nap nemzeti ünnep volt, és nem is akartuk. Úgyhogy előző évekhez hasonlóan magyar műsort tűztünk a koncertprogramjára. Liszttől játszottunk, Weinertől játszottunk darabot. Vendégünk pedig Marót Miklós volt, akadémikus, aki hát tényleg én azt gondolom egy káprázatos beszélgető partner volt. Régmúltról, jelenkorról, zenéről, egyáltalán kultúráról, keleti kultúráról, nyugati kultúráról. Úgyhogy az egy tényleg nagyon izgalmas és élvezetes beszélgetés volt, mind a mellett, hogy nagyszerű volt azt gondolom a zenekar is. Nos, hát ugye beszéltünk Pad Zoltánról és az Árszoratóriáról. Az utolsó koncerten, az Áróestre, gondolom, hogy külön készültél, hiszen Gordon Kahn, te magad is játszottál szólót, de Pad Zoltán az Árszoratóriával volt, és természetesen a Magnum Mysterium keretében ott volt Dubocki Gergely vezényletével. Vagyis Dubocki nem volt, Pad Zoltán vezényet, igen, most már emlékszem, és Saltori András volt a vendég. Ez méltó zárása volt az egész történetnek. Örülünk nagyon, hogy a sorozatot ki tudtuk bővíteni, és 4 zenekari koncert és 1 kórus koncert került bele. Ettől is változatosabb lett, még változatosabb ez a sorozat. Pad Zoltán javaslatára, ugye hát adventi időszakban rendeztük ezt a koncertet, tehát ennek megfelelően egy adventi programot állított össze, és ebbe úgy gondolta, hogy a kórus művek közé szépen ékelődik be egy csellómű. Itt a baroktól egészen napjainkig Kocsár Miklósig bezárólag válogatott karácsonyhoz kapcsolható műveket adott elő a kórus, és dr. Altóriai András volt a vendég, akit pedig a székesfehérváriaknak nem kell bemutatni. Nagyon nagy művészet pártoló, művészet szerető ember, aki mind a képzőművészetről, mind a zenéhez való viszonyáról beszélt. A Farkas Ferenc Bérlet sorozat a következetes koncepció sorozata mindenképpen, és ezt nem csak Dubocki Gergelyt ismétlem vezető karmesterként, hanem valóban én is azt tapasztaltam, ugye ez nem régiben kezdődött meg az Égi Örömökkel, és egy fantasztikus fiatal tehetséget ismerhettünk meg Pasztírcsák Polina személyében az első előadáson. Ugye ez itt volt már ősszel. Beszéljünk egy kicsit erről, mert ez is az egyik feladata, hogy olyan kevéssé ismert, általunk kevéssé ismert személyiségek lépnek fel, akik csak ámulunk, bámulunk, hogy léteznek, vannak és itt vannak köztünk. Örülünk nagyon, hogyha be tudunk mutatni új sztárt a székesfehérváriaknak, mert azt kell mondjam, hogy Pasztírcsák Polina már világszinten jegyzett operaénekesünk, Budapesten is a legnagyobb zenekarokkal és világszinten is nagy operaházakban lép fel rendszeresen. Ugye itt Mahler műveivel érkezett Székesfehérvárra, és ami nagy dolog volt ezen a koncerten, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ismét a zeneművészetnek egy igen magas szintű szeletébe nyúlt bele, hiszen Mahler szimfóniát eddig még nem nagyon játszott a zenekar, úgyhogy itt pedig Mahler 4. szimfóniája hangzott el. Ez egy grandiózus, posztromantikus mű, óriási apparátussal, tehát ez egy nagyon nagy vállalkozás volt. Én azt gondolom, hogy ez megint egy újabb lépcső volt a zenekar életében, az alaprepertoár bővítése tekintetében. Mint ahogy a találkozás a zeneművészet kedvelői számára is egy újabb lépcső volt, hiszen Rángi Dezsővel találkozhattak. És akkor azt mondjuk, hogy
akár vége is lehetne az évnek, pedig dehogy is. De én azt gondolom, hogy Ránki Dezsőt hallgatni, az mindig különleges élmény. Hát én is azt gondolom, hogy ennek az idei sorozatnak az egyik fő vonz ereje, főleg azoknak, akik régóta már koncertre járó emberek, Ránki Dezső személye volt. El kell mondanom, hogy az a Ravel zongora verseny, amelyet itt eljátszott velünk Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban, ez tavasszal már a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében elhangzott vele. Ott a Pesti Vigadóban volt az a koncert, és óriási sikerrel ment le, és azt gondoltuk, hogy hát ezt, ha már egyszer vele ott eljátszottuk, akkor mindenképp meg kell mutatnunk a fehérváriaknak, és biztos vagyok abban, hogy örömmel találkoztak ismét Ránki Dezsővel, hiszen ő azért már Székesfehérváron egyszer-kétszer fellépett. Így van, és hát bár ez visszatekintő, de ennek ellenére január 1-ről kell, hogy beszéljünk, hiszen Gershwin és Bernstein nem hiányozhat, Frank Sinatra nem különben, a hagyományos Vörösmarty Színházban új évköszöntő Alba Regia szimfonikus koncertről, hiszen most van két közönségkedvenc, egy csodahölgy, Tompos Kátya, Gájer Bálint, aki már több egyszer jön hozzánk, és az egyre népszerűbb zenét játszó Fehérvár Big Band is fellép a szimfonikus zenekar mellett. Valóban nagyjából mindent elmondtál erre. Mit hallhatunk rendben? Igen, igen. Amerikai programot hallhat a közönség. Természetesen Gershwin, Bernstein, ők lesznek az első félidő főszereplői, de a második félidőben is lehet tőlük darabokat hallani, úgy, mint például Frank Sinatrától, vagy Cole Portertől, és valóban, ahogy elmondtad, az est két főszereplője, Gájer Bálint és Tompos Kátya lesz. Dubóczky Gergelynek volt a nagyszerű elgondolása, hogy Kátyát hívjuk meg. Ő talán dolgozott is már vele, és nagyszerűen énekel, tehát ebben a szerepkörben egy nagyon jó választás lesz, én azt gondolom, hogy jó választás volt, és szeretni fogja a közönség. Márciusban pedig a tavasz elhozza nekünk Leonard Színi karmestert és Alexander Dinchemsky hegedűművészt. Ez ugye az záró koncertje a Farkas Ferenc Bérletnek. Még nem az záró koncert. Még nem. Leonardo Színi... Rosszul számoltam akkor. Öt koncertből áll a sorozat, ez lesz a negyedik koncert. Leonardo Színi nyerte meg az első nemzetközi Solti György karmester versenyt, és mi ezen a versenyen átadtunk egy díjat, méghozzá a győztes részére, miszerint meghívjuk egy koncertre. Ez 2020-ban fog megvalósulni, februárjában, és egy kiváló hegedűművész fog érkezni, akivel pedig a Goldmark hegedűversenyt fogja bemutatni. És ez a negyedik. És jó, hogy elnéztem, hiszen kihagytam volna a parádét, a Csajkovszki estet, és nem mással, mint Donato Renzettivel. Igen, az egy megint csak nagyon várt koncertünk. Szakmailag, tehát most egy kicsit belülről beszélek, de bízok benne, hogy a közönség is majd ugyanígy érez. Donato Renzetti már 2018-ban vendégünk volt, és nagyon nagy sikerű koncertet adtunk vele Pécsen, a Kodály Központban. Most egy Csajkovszki programmal érkezik. Itt is lesz egy kiváló szólistánk, aki pedig most nyerte meg a Popper Dávid Gordonka versenyt, és ő egy dél-koreai versenyző volt, aki a legidősebb korosztályban nyerte el az első díjat, illetve a fődíjat, ami egy meghívás volt az Alba Regia szimfonikus zenekar koncertjére. És itt lesz velünk a mi lányunk. Nem lesz Boros, itt a mi nem lányunk, lesz itt Boros, nem lesz Csilla. Itt, ez jó, hogy felhoztad, hiszen még szeptemberben Boros Csillával jelent meg ez a koncert, de hát egyik szemem sír a másik nevet, mivel Csilla aztán felhívott, hogy hát az történt, hogy ő meghívást kapott New Yorkba, a Metropolitan Operába, pont abban az időszakban kell ott dolgoznia, úgyhogy hát erre nem tudtam mit mondani neki, csak azt, hogy nagyon boldogok vagyunk, és hogy arasson szép sikereket ki New Yorkban, mi pedig akkor megoldjuk ezt a koncertet másként.
Csilla idén volt vendége a zenekarnak, nyáron a Harmónia Albenzi sorozatban, és természetesen mondtam neki, hogy tartozik most innentől kezdve, úgyhogy jönnie kell majd. Várjuk már nagyon. No, hát akkor menjünk egy kicsit vissza, hiszen van egy olyan koncertsorozat, ami különösen a szívemhez nőtt, és ez nem más, mint a Partitúra. Ifjúsági hangversenybérlet sorozat, mert olyan játékosan, mint kiderült ezt a klasszikus zenét, olyan játékosan is meg lehet szerettetni, ahogy az Alberigi Szimfonikus Zenekar csinálja, tehát népdalok, műzenék, minden, kortárs zene, minden belefér ebbe. Ez egy remek gondolat és még nagyszerűbb megvalósítás. Én végigkísértem az idei évadot is, és látom a fiatalokon, hogy megfogta őket a klasszikus zene. Örülök, hogy említetted azt, hogy ez egyik kedvenced, mert nekem is. És nem azért, mert jelen esetben annak a házigazda szerepét tölthettem be, hanem mert gyerekekkel foglalkozni szerintem nagyon-nagyon nagyszerű dolog, az egyik legszebb dolog. És különösen akkor, amikor azt látja az ember, hogy ezek a gyerekek befogadói azoknak a gondolatoknak, amiket az ember átad. És elértünk oda, az évek alatt, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek azokat a komoly egyre komolyabb gondolatokat, amiket viszünk nekik, és ezt szándékosan tesszük így, hogy egyre komolyabb gondolatokat és zenéket viszünk nekik, ezeket egyre inkább be tudják fogadni. Tehát ténylegesen látjuk azt, hogy bármennyire egyesek riogatnak azzal, hogy ki lesz a komoly zenének jövőben a hallgatósága, és hol vannak azok az emberek, akik ezt majd be tudják fogadni. Hát én azt gondolom, hogy itt vannak köztünk. Ezek a fiatalok igen nyitottak, és nem feltétlen azokra a produkcióinkra, arra is természetesen, amelyek egy kicsit szórakoztatóbbak, de megdöbbentünk azon, hogy azokon a komoly összeállításokon mennyire döbben csend volt és figyelem volt, ami például egy Romeo és Julia vagy egy Schubert befejezetlen szimfonia esetén volt, vagy említhetném most az idejeket, ahol például a legutóbbi előadáson a görög mitológiából mutattunk be jeleneteket, mind szóban, mind zenében, hiszen egy görög karmester, Natis Georgiou volt a vendégünk. Ez fantasztikus este volt. No, egy dologot nem felejthetünk el. Ugye arról beszéltünk, hogy sztárokat vonz ma már az Alberigi Szimfonikus Zenekar. Hát én ezt meg tudom mutatni, kérem szépen, ugyanis Bogányi Gergely DVD, illetve CD-t tartok a kezemben, Mozart felvételek. Ki más játsz vezényelne, mint Dubocki Gergely, emellett az Alberigi Szimfonikus Zenekar játsza, és a csodazongora van természetesen, mi más. Abszolút, hát erről, ha szabad annyit szeretni kell mondani, hogy ez a legújabb Bogányi zongora, ugyanis ebből több típus készült, és hát az első CD megjelenése ennek a zongorának, két zongora verseny hallható rajta, egy Mozart és egy Schumann zongora verseny. Ez most decemberben jött ki ez a CD. Akár weboldalunkon keresztül ez meg is rendelhető, vagy a koncertjeinken elérhető lesz. Hajrá, klasszikus zenerajongók. Nos, István, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Eredményes év volt, és hát boldog új évet kívánok, és eredményeket. Azt nincs kétségem felőle, hogy lesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök pedig kérem ne feledjék, hogy január 1-én a Vörösmarty Színház várja önöket. Tompos Kátya, Gájer Bálint, az Alberigi Szimfonikus Zenekar, és természetesen ott lesz a Fehérvár Big Band is. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót. Viszontlátásra!